Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézői, Détokernőt hallják a felvidéki magyar sportcsatornától. Termetére látogatunk a 4. liga nyugati régió bajnokságában. A kékmezes Bős vendégszerepel a zöld-fehérben játszó Termete otthonában. És hát a bősieknél ugye amióta Johancsik Patrik lemondott, az edző nélkül próbálják, illetve vezetőedző nélkül próbálják utolérni a lehotapott társnyikom, tehát az éllovast a bősiek. Tóth László és Ivan Mincsics, két játékos irányítják a csapatukat belülről, úgymond a pályáról, hiszen Mincsics a védelem oszlopos tagja, Tóth Laci pedig a csatársorban vitézkedik. Ez a meccs 63. perce, a döntő momentum, egy mintaszerű bősi labdajáratás, fantasztikus támadás a bal oldalon, Jankai, Tóth Laci fordul, egy finom passz, Holik érkezik középen. Elnézést, megakadt a kép is. Most kapja az ukrán Nikulin egyssel, még egyssel, mint a tekebábuk. Dőlöngetnek a termetei védők. A kapus is rövid, Nikulin vissza a rövid alsóba. Ez a meccs győztes találata. A Bős 1-0-ra nyer, és már csak 7 pont a hátránya az éllovassal szemben.